34 éve alakult Aranypálma nagydíjjal is kitüntetett nyársapáti népdal körműsorával kezdődött az a találkozó, ahová Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei polgármestereket, falu és tanyagondokokat hívtak meg. A szakmai találkozó résztvevőit a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Az a munka, amit önök végeznek, az felbecsülhetetlen. A tanyán élő emberekről való gondoskodás, főleg az idősebbekről való gondoskodás, a gyerekek iskolába szállítás és sok-sok minden, amit végeznek a tanyán élő emberekkel kapcsolatban, azért csak köszönet és hála illeti önöket. Nyársapát mindig szívesen ad otthont különböző eseményeknek, a tanya és falu gondnoki találkozó pedig különösen közel áll a szívükhöz. Így természetes volt, hogy biztosítják a helyszínt. Nyárspát is közel fel a lakosságnak tanyán él, és ezek az idős emberek, akik kint vannak a tanyán, viszont nem gondoskodik senki. A családjuk távol vannak, stb. Így bizony orvosot kell vinni őket, ebédet kell nekik vinni. Tehát sok idős embernek, és én azt hiszem, hogy ez nagyon szükséges minden kis településnek, mert ez enélkül az idősebb korú lakosság bizony sok mindent kárt szenvedne belőle. A falu és tanyagondnoki hivatáshoz jó adag elhivatottság, empátia, élettapasztalat és a gyors döntések képessége is kell. A szakemberek az alapképzésen túl rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken is. Ezek menete és szervezése sokat változott. Ez év január 1-től a falugondnoki alapképzés is kikerül a falugondnoki egyesületek, mint képzőhelyek hatásköréből, és a kormányrendelet, illetve a törvény a megyei önkormányzatok kezébe adta ezt a képzést. Igazán ezzel sincs gond, mert mindenütt vannak megfelelő szakemberek, csak nagyon szeretnénk, hogyha a megyei önkormányzatokkal fel tudnánk venni a kapcsolatot, hogy el tudjuk mondani, hogy milyen témát helyezzenek nagyobb hangsúlyt, hogy olyan emberek kerüljenek ki a munkaterületre, akik tudják, hogy mit kell csinálni. Nem csak idősek és egyedülélők, bárki kerülhet olyan élethelyzetbe, akár rövid időre is, amikor szükség van a tanya és falu gondnokok szolgálatára. Néha kis dolgokon, kis segítségen múlik az emberek boldogsága, életminősége. A segítségnyújtásban a legnagyobb feladat a bizalom kiépítése. Ez egy bizalmi állás. Nagyon fontos, hogy a falu és tanyagondok személye ne változzon évről évre, mert nagyon nehéz elnyelni az ellátottak bizalmát, és nagyon fontos annak az idősnek, egyedülállónak, vagy esetleg ennek a kisgyerekes szülőnek, hogy kiviszi az ő gyerekét, kimegy be az ő házába. Ezért arra törekszünk, és mindig ezt hangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos a falugondok kiválasztása, a megfelelő alapképzés, és utána a nyomon követése, a továbbképzés, az eset megbeszélés, a szupervízió. A falu és tanyagondoki szolgálat magyar sajátosság, 30 éve indult Magyarországon, de már működik Erdélyben és a Vajdaságban is. A találkozón elhangzott, a falu és tanyagondokok iránti jobb anyagi megbecsülés sokat segíthetne azon, hogy egyre több fiatal válassza ezt a segítő hivatást. A rendezvényen bemutatták a Magyar Falu Sorskérdései című könyvet, és elbúcsúztak a nyugdíjba vonuló kollégáktól is.